Sziasztok, én Sokrajta Márki vagyok, a Momentum kampány főnöke. És hárman fogunk ma beszélni, Dámor Rosanna, aztán pedig Fekete Győr András. Mi hárman foglaljuk össze a kampánynak a tanulságait, és először néhány percben hadd mondjak néhány dolgot a számokról, mit is csináltunk ebben a néhány hónapban, ami a legkeményebb időszak volt talán a Momentum életében. Amikor elindítottuk ezt a kampányt, akkor meghatároztuk a céljait, és két célt határoztunk meg neki. Egyrésztről azt, hogy elérjük a bizonytalanokat, elérjük a politikai árvákat, akikhez nem szól senki, és visszafordítjuk őket a politika felé, hogy visszaadjuk a reményt. De volt egy másik cél is. A másik cél pedig az volt, hogy meggyőzzük azokat, akik már ismertek minket, hogy érdemesek vagyunk a szavazatukra. Hogy érdemes a Momentum generáció arra, hogy bejön a parlamentbe, és valamit egészen másképp csináljon. Hogy érdemes a 21. század hangját bevinni az országgyűlésbe. És én azt gondolom, hogy mind a két cél tekintetében jól teljesítettünk. És ha van már két célunk, akkor már csak ki kell találni azt, hogy milyen csatornákon keresztül végezzük el a munkánkat. És három szintű volt ez a kampány. Három szintű, az egyik első szintje az utcai jelenlét. Az aktivisták az utcán, a pultok, a plakátozás. A második a média jelenlét. Az, hogy akcióinkkal, az üzeneteinkkel bejussunk a médiába, és minél több embert elérjünk. A harmadik pedig azok a hirdetések, azok a videók, plakátok és egyéb online jelenlét, amelyel főleg azokat értük el, akik eddig talán még nem is ismertek minket. És mind a három szinten jelen voltunk. És nem csak kiírtuk a nevünket egy plakátra jó naggyal, hanem sikerült az üzeneteinket is átadni. Sikerült érzelmeket keltenünk, és megmozgatnunk az embereket. És látva azt a rengeteg kézfogást, mosolyt, lájkot és a többit, amit kaptunk, ebben is sikeresek voltunk. És sikerült visszaadnunk a reményt. És azt gondolom, hogy csak egyetlen egy adatot emelhetek ki például, a kampányfilmünket online többen látták, mint az összes többi ellenzéki pártét együttvéve. És elképesztően kemény volt ez a pár hónap, ugye kezdődött az aláírás gyűjtéssel, gondolom mindenki a jelenlévők közül, még a média is, emlékszik azokra a mínusz 10 fokokra a hóban, fagyban gyűjteni, sokszor 4-8 órákat aláöltözőben, és a többi. És több mint 60 ezer valódi, tehát a többi pártnak üzenem, hogy nem hallottak által aláírt, aláírás gyűjtöttük össze. Ebben az időszakban. Hogy nektek szólnak az 1500 embernek, aki ezt végezhette. És utána sem álltunk le. Nem volt ugyan pénzünk óriás plakátokra, szóval ilyen szép word art betűkkel nem tudtunk írni semmi sem az utcára. De volt rengeteg csipmatricánk, plakátunk, gyorskötözőnk, és volt rengeteg momentumosunk, aki álmából felkeltve is tudta, hogy hogyan keverje ki a tapétaragasztót. Úgyhogy sikerült egész Budapestet világvá tennünk, és még én láttam néhány ilyen Milkás City Light posztert is, köszönjük is a segítséget. Azért alapvetően mi voltunk azok, akik Budapestet, meg szerte az országban több száz települést beriváztunk. És persze van még szabad felület, meg van egy fél napunk, úgyhogy ezután még ki kell mennünk, és holnap estig persze dolgoznunk még ezen. És a pár hónap alatt sikerült megszólítani olyanokat, akiket senki más nem tudott. És nem csak a fiatalokra gondolok, hanem azokra, akik elköltöztek. És nem csak hangzatos mondatokkal, hanem tettekkel is. Mert mi vagyunk az egyetlen párt, amelynek külföldön is meghatározó alapszervezetei vannak, Kolozsvártól Londonig. Nem csak választási oldalt hoztunk létre a külföldön élő magyaroknak, hanem létrehoztunk többek között egy olyan applikációt, a Momentúrt, amely segít nekik, hogy eljussanak a nagykövetségekre és le tudják adni a szavazatukat. Mert mi hisszük, hogy minden magyar egyforma és minden magyarnak egyforma szavazati jog is jár. És mi vagyunk az egyetlen párt, egyedülállóan 10 billió forintot költöttünk el a külföldön élő magyarok aktivizálására. És bízom benne, hogy ennek eredményeképp is, kétszer annyi külföldön élő magyar fog idén szavazni, mint 4 éve. És a médiáról is essen szó, a médiában eddig nem teljesítettünk olyan jól eddig, mint az olimpia óta, most volt az első ilyen alkalom, ültek az akcióink. Miki például nagyot ment a közmédiában, a 2018-as kampány legkedveltebb 4,5 perce volt ez. A jogi csapatunk Gészabó Dániel vezetésével szétszette a Fidesz kampányát, sok millió forintra büntették meg őket az MVB ezáltal, úgyhogy apránként, de széttörik a Fidesz, persze így is. Országszerte plakátokat javítottunk, és megmutattuk, hogy anélkül, hogy leülnénk,
mindenféle dohorszobákba tárgyalgatni és aztán egymást alkoholistázni, anélkül is megteszünk mindent, hogy leváltsuk a kormányt. Ezek az akcióinkat úgy tűnik, hogy imádták az emberek. A hirdetéseink pedig az utolsó szakasz, a hirdetéseink pedig azokhoz a milliókhoz jutottak el főleg, akikhez eddig nem sikerült eljutni. A tévében több mint 2,5 millió ember látta a kampányfilmünket, a mi kampánydalunk volt az első, amely felkerült a Spotify-ra. A YouTube videóinkat több mint 6 millióan nézték meg, és nem csak az arcukba toltuk az embereknek ezeket a hirdetéseket, bár azért amikor a 9G alján is ott volt a Momentum, akkor már bekapcsoltam az adblockert, de hanem szerették is őket. Ugyanis a mi tartalmaink voltak a legkedveltebbek. Több mint 10 000 iratkoztak fel például a YouTube csatornánkra, kétszer annyi, mint az LMP-re például. És akkor a Facebookra még nem is beszéltem, valami tartalmaink voltak az egyik legkedveltebbek. Úgyhogy zárszóként befejezve, szakmailag egy marha kemény kampány áll mögöttünk, és marha profi kampány. És ahhoz képest, hogy mennyivel kevesebb pénzből dolgoztunk, mint más pártok, rengeteg embert sikerült elérnünk, megszólítanunk és mozgósítanunk, és ehhez semmi másra nem volt szükség, mint a ti tenni akarásotokra, munkátokra és tudásotokra, és erre a joggal lehetünk büszkék. És ebből is látszik az, hogy egy tisztességes párt nem a slepre, meg nem a haverokra költi a pénzt, hanem arra a kampánypénzt, amire tényleg kell, hogy eljusson az emberekhez, akkor milyen hihetetlen sikereket lehet elérni. Úgyhogy alig várom a holnapot, toljuk meg a végét még, és higgyétek el, hogy holnap este 9 óra körül együtt fogunk itt ünnepelni. Úgyhogy srácok, köszönöm még egyszer ezt a rengeteg munkát, amit végeztetek. Hajrá, Momentum! És mindenek előtt köszöntöm a Momentum tagságát, köszöntöm a jogászokat, a kombosokat, a szappolosokat, az aktivistákat és a jelöltjeinket, akik elképesztően sok munkát végeztek az elmúlt hónapokban a Momentumért, és ezt nagyon-nagyon szeretném nektek most megköszönni. A Momentumot azt hozta össze, hogy azt éreztük, nem igazán van olyan politikai párt, amelyik képviselne bennünket a parlamentben. Voltak köztünk sokan, akik csalódtak a régi pártokban, és voltak olyanok, akiket igazából sosem fogott meg egyik jelenlegi parlamenti párt sem. Elegünk volt arról, és kiábrándultak voltunk azért, mert akárhányszor találkoztunk egy barátunkkal, vagy szerettünkkel, szinte mindig előkerült az a téma, hogy akkor mikor is vegyük meg azt a bizonyos egyirányú repülőjegyet, vonatjegyet Londonba, Bécsbe, azért, hogy ott éljük le a további éveinket, és lehet, hogy sose térünk vissza már a hazánkba. De a momentumosokban a kiábrándultság mellett ott volt valami más is. Ott volt az is, hogy oké, ha most mi nem teszünk semmit, mi most nem tesszük keresztbe azt a bizonyos szalmaszálat azért, hogy ez egy normálisabb ország legyen, akkor ki fogja ezt megtenni helyettünk? Ha mi is csak arra várunk, hogy jöjjön egy messiás, aki majd összefogja az egész ellenzéket, és pikpak letarolja Orbán Viktort, és teremt itt egy csodálatos Magyarországot, akkor mit fogunk mondani a gyerekeinknek pár év múlva, akik azt kérdezik tőlünk, hogyha ez nem történik meg, hogy oké, anya, oké, apa, és te mi a frászt tettél azért, hogy ez egy boldog és sikeres ország legyen, mire én felnövök. Eleinte az elképesztően sok érzelem, tettvágy és ötlet tartott bennünket össze, ami egyébként a Nolimpiát is összehozta a Momentumnak és a magyar embereknek. Mára pedig, én ma egyébként délelőtt a 11. kerület egyik piacánál kultoztam az alapszervezetemmel, és sorra jöttek az emberek, és biztosítottak bennünket a szavazatukról. Volt, aki a reggeli kocogása közben állt meg mellettünk, és kiabálta oda, hogy hajrá Momentum. Volt olyan, aki egy megyesrétest hozott nekünk, és súgta oda, hogy mellékesen, hogy egyébként tietek a szavazatom, de még az unokáimé is a tietek. És volt, aki csak úgy szimplán elsétált, és azt mondta, hogy hajrá Momentum, ti vagytok a jövő. Én azt gondolom, hogy így aztán már sokkal egyszerűbb azért az országért dolgozni, amit 2-3 évvel ezelőtt elképzeltünk magunknak, és amiért létrejött a Momentum. De persze azért éltek bennünk pofonok és csalódások is, mióta nyilvánosság előtt vagyunk. Hát nem okozok nagy meglepetést azzal, hogyha azt mondom, hogy biztos, hogy előbb kérdezték meg tőlünk, hogy akkor most összefogunk-e ezzel vagy azzal a párttal,
mint arról, hogy mi is az elképzelésünk arról, hogy hogyan kéne megoldanunk az egészségügy problémáit, vagy mit szeretnénk kezdeni az oktatásunkkal. Kevés volt arról beszélnünk, hogy melyik jelölt, melyik egyéni választókerületben fog, melyik másik ellenzéki jelölt javára visszalépni azért, hogy legyőzzük Orbán Viktort. Én azt gondolom, hogy amikor arról beszélünk, hogy ezt a választást a bizonytalanok fogják eldönteni, annak pontosan az a lényege, hogy nem elégséges a koordinációról és nem elégséges az összefogásról beszélni. Ahhoz, hogy azt a 900 ezer bizonytalant megfogjuk, akiknek egyébként a harmaduk valószínűleg a Momentumra fog szavazni, ahhoz az kellett, hogy kint legyünk az utcákon, beszélgessünk az emberekkel, fórumokat tartsunk, és elmondjuk nekik, hogy tényleg van remény olyan politikusokra, akik nem önmagukért, meg nem a hatalmuk maximalizálásáért dolgoznak, hanem azért, hogy az emberek sikeresek és boldogak lehessenek ebben az országban. De mi nem csak ezt tudtuk hozzátenni ahhoz, hogy a holnapi választások úgy végződjenek, hogy mindannyian sírjunk, de örömünkben sírjunk. Mi visszaléptettük több mint egy tucat jelöltünket az ország számos pontján. Olyan jelöltek léptek vissza az ellenzék esélyes jelöltjei javára, akik egyébként tavaly ősz óta folyamatosan azért dolgoznak, hogy a Momentum a parlamentből dolgozhasson a magyar emberekért 2018 áprilisától, és olyan jelöltek léptek vissza más ellenzéki pártok jelöltjei javára, akik a szívüket, lelküket beletették abba, hogy visszaadják az embereknek a reményt, hogy lehetnek normális politikusok ebben az országban. Én azt gondolom, hogy a Momentum ezzel az együttműködő készségével nem jobbra, meg nem balra lépett vissza, hanem előre lépett egyet, hiszen megmutatta, hogy konstruktív politizálással lehet elérni valamit ebben az országban, és persze más országokban is ezt látjuk. Ma reggel a piacon, és egyébként az elmúlt hetekben is folyamatosan azt éreztem, hogy őszintén büszkék lehetünk arra a munkára, amit az elmúlt hónapokban elvégeztünk. Rengeteg politikától elfordult ember jött oda hozzánk, és mondta azt, hogy visszaadtuk neki a hitet, el fog menni szavazni a szomszédját, az anyukáját, az apukáját, a rokonait, a családját, a barátait, a szomszédjait, mindenkit arra buzdít, hogy menjen el vasárnap, és szavazzon a Momentumra. Arról nem beszélve, hogy mi nem csak azzal mutattuk meg, hogy képesek vagyunk konstruktívan és együttműködően hozzáállni ehhez a választáshoz, hogy jelöltjeink közül számosan visszaléptek, hanem azzal is, hogy buzdítottuk a választókat arra, hogy listán szavazzanak a Momentumra, egyéniben pedig a legesélyesebb jelöltre. Természetesen vannak olyan választók, akik ezt nem akarják megtenni, ők mindenképp a Momentum jelöltjére akarnak szavazni, mert elegük van a régi politikai elit szereplőiből, és ők azok, akiknek alternatívát jelenthetnek a Momentum elben maradt jelöltjei. Még egyszer nagyon meg szeretném nektek köszönni azt a sok munkát, amit elvégeztetek az elmúlt hónapokban. Elképesztően megható, hogy pár órára vagyunk már csak a választásoktól, és nagyon remélem, hogy holnap mindannyian azért fogunk örülni, mert sikerült bekorlátoznunk a Fidesz hatalmát, és sikerült elérnünk azt, hogy a Momentum a parlamentből dolgozhasson áprilistól az emberekért. Köszönöm szépen! Legyen. Sziasztok, hello! Tegye fel a kezét az, aki már rohadtul fáradt és nem tud állni a lábán. Ne keserítsetek el, gyerekek. Még nagyon sok évtizednyit kell azért dolgoznunk, úgyhogy ez nem árthat meg nekünk ez a kis kampányocska. A Tomi rengeteg adatot ismertetett a Momentum kampányával kapcsolatban, én ezeket imádom. Minden nap ezekről beszéltünk, ezek adtak nekünk rengeteg erőt az utóbbi napokban is. Én ezeket nem szeretném még egyszer elismételni. Egy megjegyzést tennék ezekhez, amikor azt kell eldönteni, hogy mi mutatja jobban, hogy egy pártnak mekkora az érdeklődése az emberek részéről, akkor feltehetjük a kérdést, hogy vajon az, hogy 1000 főt megkérdeztek telefonon több mint 10 éves adatbázisok alapján, vagy pedig az a mutató, miszerint a Momentumra kerestek rá a második legtöbben Magyarországon az elmúlt 4. Én azt gondolom, hogy a 2018-ban ez utóbbi, az a szám, amiből kiérdemes indulni.
Na most egy kampány az baromi nehéz, és nagyon jól kell formaidőzíteni. Nagyon meg kellett nyomni ezt a kampányt, és azt gondolom, hogy egy rendkívül jó hajrát tudtunk elnyomni, srácok. Én úgy érzem, hogy ennyi támogató, bíztató, lelkesítő üzenetet az elmúlt egy évben nem láttunk a Momentum körül. A Nolimpia óta nem láttunk ennyit. Én picit úgy érzem, hogy a Nolimpia hangulata, ereje lengi körbe a közösségünket is, és a Momentum auráját is. És emlékeztek, hogy mi volt akkor, azt mondták nekünk az okosok, a srácok, ezt nem fogjátok tudni megcsinálni. Ez egy lehetetlen vállalkozás számotokra. És megcsináltuk. Picit déjà vu érzésem van. Most is nagyon sokan leírtak már minket. Alábecsülnek minket. De nem szabad, hogy mi ezzel foglalkozzunk. És nem is foglalkoztunk ezzel, és én ezt köszönöm nektek. Megdupláztuk, megtripláztuk azt az erőt, amit az utcára vittünk. És ez a lényeg, ez a fontos. Ezt a rendszert, ezt nem úgy fogja ledönteni az ellenzék, hogyha fűtfák megígér. Hogyha ingyen vizet, ingyen áramot, ingyen gázt, 13. havi nyugdíjat ígér. Ezt a rendszert, ezt cselekvéssel lehet legyőzni. Ezt a rendszert, ezt olyan tettekkel lehet legyőzni, amikor a jogi csapatunknak köszönhetően például, és Körömi Attilának köszönhetően a megyes bizottság aktáit nyilvánosságra hoztuk. Ezt a rendszert, ezt olyan eredményekkel lehet legyőzni, bocsánat, hogy kikényszerítjük a Fideszbe, hogy fizessen milliókat azért, mert rossz plakátokat helyezett ki. Ezt a rendszert, ezt olyan intézkedésekkel lehet legyőzni, hogy például a telekocsi applikációt fejlesztünk azoknak a magyaroknak, akiket segíteni szeretnénk, hogy eljussanak a szavazóurnákhoz. Az ígéretek ideje lejárt Magyarországon. Mi azt gondoljuk és úgy érezzük, hogy eljött a tettek korszaka. A mi generációnak kell elhozni ezt az időszakot. Most az elmúlt időszakban én nagyon csalódott voltam, amikor azt láttam, hogy szivakodtak, sárdobáltak, utálkoztak és személyeskedtek az ellenzéki oldalon. De ezt azért sajnáltam nagyon, mert nekünk az lenne a feladatunk, hogy elvigyünk minimum 70%-os szavazót most vasárnap szavazni. És nem szabad azt engedni, hogy ezek az emberek ezek kiábrándulnak. Ezt nem szabad hagyni. Ezek az emberek ezek akkor nem fognak kiábrándulni a politikából, hogyha reményt tudunk nekik adni, és ha cselekszünk értük. És hogyha őszinte, tisztességes szándék vezérel minket, és lépéseket teszünk. A Momentum, ahogy Anna is említette, éppen ezért választotta azt a stratégiát, hogy mi egyoldalúan hozzuk meg a felelős döntést. Mi egyoldalúan léptetünk vissza jelölteket azokban a fajsúlyos körzetekben, ahol úgy érezzük, hogy rajtunk múlik a kormányváltás. A Momentum elnöke, a Momentum alelnöke, a Momentum elnökségi tagja Dukán András Ferenc is visszalépett. Beáldozta magát a Fidesz legyőzéséért. És nem kellett ehhez másokra sárt dobálni. Szerintünk ez az a politikai kultúra, amire szükség van Magyarországon. Holnapnak kettő szenáriója van. Az egyik az, ebben hiszünk baromira, hogy legyőzzük ezt a kormányt, legyőzzük a Fideszt és elődözzük Orbán Viktort. A másik pedig az, hogy még néhány évig a nyakunkon marad. A mi feladatunk és a mi felelősségünk az, hogy mindkét kimenetelre legyen tervünk. Legyen A és legyen B tervünk. A Momentum A terve, hogyha győzünk, van egy kormányprogramunk. Úgy hívják, hogy indítsuk be Magyarországot. Én nem szeretném szaporítani a szót ezzel kapcsolatban, elmondta például Bas László, elismert szociológus, hogy végre egy olyan program, ami le tudja győzni a mélyszegénységet. Meg tudja oldani a mélyszegénység minden problémáját. 1001 orvos szervezete azt mondta, hogy ez a legjobb egészségügyi program a Magyarországon. Political Capital elemzése kimutatta, hogy ennél komplexebb, ennél innovatívabb program ma nem létezik Magyarországon. A második szenárió, amikor a Fidesz a nyakunkon maradt, akkor ugyanazt a politikát kell folytatnunk, amit eddig is csináltunk. Nekünk nem a bársony székekbe kell bekerülni, mert ez minket nem érdekel. A parlamentbe jutás a Momentumnak csak egy eszköz, és nem pedig a cél. Az eszközeinket ismeritek, ha ott leszünk a parlamentben a képviselő igazolványunkkal, nem fog ott állni a TEK köztünk és Orbán Viktor között. Oda fogunk menni kamerával, tollakkal a fideszesekhez, addig fogjuk őket vegzálni, hogy el nem mondják az igazságot annak a 10 millió embernek, akinek mi leszünk a szeme és mi leszünk a füle. Ez a mi feladatunk, hogyha a B opció fog megvalósulni. Orbán Viktornak vannak álmai. Álmodott olimpiáról, mi is álmodunk egyébként olimpiáról, csak mi nem dollárjelet látunk benne, hanem nemzeti büszkeséget, a sportolók győzelmét látjuk benne.
álmodik Orbán Viktor arról, hogy az igazságszolgáltatás bedarálja április 9-e után, álmodik arról is, hogy a független médiát is bekebelezze, olyat is álmodik valószínűleg, hogy még enerváltabbá válnak majd az emberek. Neki, Orbán Viktornak azt üzenjük, olyan álomgyilkosságot fog látni, amelyet eddig meg sem. Mindig kell dolgoznunk 24 órát minimum, és több évtizedet maximum, de most a következő 24 óráról beszéljünk, rengeteg bizonytalan szavazó nem tudott még dönteni. Az a mi feladatunk a következő 24 órában, hogy elmondjuk nekik, hogy itt van egy olyan politikai közösség, aki végre nem a múltba révet, hanem a jövőbe tekint. Aki politikai békét szeretne hozni ebben az országban, és meg szeretné haladni a szekértábor logikát. Aki konstruktív, aki előre mozdító, csak a legjobb programmal rendelkezik. Mi, a Momentum fiatalja és a Momentum generációja Magyarországot a 21. század nyertesévé fogjuk tenni. Ez a mi küldetésünk. Mi azért dolgozunk, hogy ne kelljen innen elmenni, és hogy érdemes legyen ide hazajönni. Köszönöm szépen nektek a munkát, halljátok meg a következő 24 órát!